Ferenc és Anya bácsival állunk kint a Nostra tövében, hogyha jól látom, akkor ez pont valami szállítószalag itt felettünk. Azért jöttünk ki, mert a tárházról és annak környékéről, a régi hűtőről szeretnénk vele beszélgetni, illetve megtudni mindent, hogy hogy alakult ki ez, hogy készítették. Sanyi bácsi, mit tud erről nekünk mesélni? Hát igazából azért vissza kell nekünk, másik helyről kell kezdenünk. El kell kezdenünk, hogy a 19. századnak a vége fele, amikor arról volt szó, hogy valamilyen módon a mezőgazdasági termékeket össze kellene gyűjteni és el kellene szállítani. Létrejött ugye az Alföldi Első Gazdasági Vasút, az AGV. Na most ez igazából, mint hogy benne is van nevében, gazdasági vasútvonal volt, annak ellenére később személyeket is szállítottak rajta, és az, amikor elkészült, ugye egész Békés Csabáról indult ki ez a mi szárnyvonalunk, és ment Vésztőig. Az első ütem 903-ban készült el, azért késett a második ütem Békéstől Vésztőig, mert a híd még nem volt kész, amelyiken itt ugye mellette eljöttünk. Na most, amikor ez elkészült, akkor fölmerült vele együtt az is, hogy hogy lenne legolcsóbb elszállítani innen a terméket, de úgy, hogy közben vízfúvar is legyen. Mert volt benne a lényeg, hogy ugye itt az Alföldön már erdő kevés volt. Kevés volt ugye a faanyagon kívül még a kő is. Na most hogy lehetne ezt? Hát úgy lehet, hogy elviszük innen a terméket, amelyiket többletként megtermeltünk, összegyűjtik a kisvasúti lórék meg a kisvasút, elhozzuk ide, itt valahol tároljuk, és innen elszállítjuk. Ez volt az előzmény. 1939-ben végül is döntöttek abba, hogy megépül két nagy tároló Békésen, kikötővel együtt, ugyanis ekkor már elkészült a Szentendrei duzzasztó, tehát hajóval föl lehetett jönni Békésig. Szentandrási, Békés Szentandrási. Békés Szentandrási. És ami az lényeges neki, hogy úgy épült meg majdnem közel azonos időben, ugye maga a kikötő rész is, és a Nostrának nevezett, két nagy tároló. A két nagy tárolónak az egyik az teljesen elkészült, a másik csak lett alapozva. Jött a háború, ugye, ez is 42-re lett készen, de ez úgy lett készen, hogy igazából a kisvasúttól volt egy leágazás, ha majd megyünk, majd vissza, megmutatom, hogy hol, ahol a Tárház utca fel el lehet kanyarodni, tehát a Szociális Otthon sarkánál. Ott volt az egyik leágazás, ami ment eredetileg ugye a gőzmalomhoz, tehát... Ipari vágány lett volna gyakorlatilag. Nem, az egy, meg is lett. Az ipari vágány, az meg is lett. És ebből lett még lecsatlakoztatva ide is egy vágánysor, amelyik ide jött egészen a Nostrához. A másik pedig jött itt lent, lejött ugyanúgy, ahol most lejöttünk, mikor autóval, és akkor a kikötő is ide. Tehát, hogy innen el tudják, vízfúvarként hozott követ, fát el tudják szállítani. Majd meglátjuk, hogy ugye ki lett burkolva szépen ugye a kikötőnek a partfala is, és akkor, ami most már nem látszik, ugye a cső végéből leszettek még egy hosszú, legalább volt egy olyan 10-12 méter hosszú cső, gumiszallagon ugye a betárolt gabonát ugye hozta a gumiszallag le, és az uszályba engedték bele. Na most, amikor az uszály elvitte a gabonát értem ugye a rozsot, kukoricát, mindent, ami termeltek, és vízfúvarként mindig ugye hoztak ide faanyagot. Amit előzőleg mindig a város északi oldalán, ahol ma az Élővíz csatornának nevezett, én szerintem a régi kettős körös belefolyt ebbe az új kettős körösbe, ott volt valamikor egy úgynevezett faúsztató rész, ameddig felhozták a fát. De ez nem hajóval jött fel, hanem ezt úsztatták föntről, tehát jött ugye a erdélyi hegyekből, tehát a bihari hegyekből, meg a béli hegyekből. Említette Sanyi bácsi, hogy kettő ilyen noszra lett volna egymás mellett. Igen. Eredetileg, hogy hol van mellette, közvetlenül a másik? Hát nem is annyira közvetlenül, tőle északra le is lett alapozva a másik. Most, hogyha majd fölmegyünk a part tetejére esetleg, akkor meg lehet látni, hogy ideiglenesen provizorikusan sok tárolót megépítettek, de földszintest, hogy minél több gabonát tudjanak tárolni. Na most ugye azt tudjuk, hogy pár évvel ezelőtt milyen nagy problémát jelentett, hogy a túltermelésből adódó nehézség, hogy nem tudták hol tárolni. Bértárolás is volt.
Tehát itt ugye behozták ide, és akkor egész télen itt tárolták, másik évben, amikor el tudták adni, elszállították innen a megtermelt gabonát. Ez a kikötő, ami itt található a másik oldalon gyakorlatilag, a keres másik partján. Igen, az téli kikötőnek nevezik ezt, ugyanis amikor ugye hát beteleltek, már amikor befolyt a körös, mert azért nem mindig így volt ez, hogy ma, ha nézzük, majdnem szinte vég lehet az egész téli időszakban hajózható, de valamikor úgy be volt fagyva, hogy át lehetett kocsival hajtani a befagyott körösön. És hogy ne legyenek kint, tehát nehogy széjjel roppancsolja a nagy fagy, bevitték kikötőbe, és hogyha olyan szükséges volt, akkor körül ugye mindig verték fel a jeget, hogy ne, hogy széjjel összeroppancsolja ezeket a hajókat, amit itt tároltak. Na most, amikor ez elkészült, akkor fölmerült az, hogy mint ahogy annak idején a kisvasútnál személyszállításra is felhasználták később, ugyanígy a hajót is. 1943-ban indult el a személyforgalom, egész, de úgy, hogy két ága lehetett Mezőtúrfelemen, és le egész Csongrádig. Ez olyan 80-valány kilométer volt, végig az egész hajózható rész. Megpróbálták ezt egy pár évvel ezelőtt újra meghonosítani, hát rövidebb szakaszon, de nem vált be, nem volt annyi közönség neki. Pedig még az én gyerekkoromban megtörtént az, hogy... hogy majdnem minden alkalomra egy-egy iskola kiállított egy-egy hajóra való gyereket, akik elmentek. Visszafele nem is hajóztak? Tehát Románia fele? Nem, hát arra nem lehetett azért, mert amikor nagyobb víz volt, gyorsan lefolyt a víz, akkor így sekély volt. Tehát nem volt, ami felduzzassza. Majd 67-ben készült el ez a duzzasztó. Hát azt látjuk, hogy a duzzasztó mellett úgy alakították most ki ezt a hajó átemelőt, hogy alent volna igazából a siliprendszer neki. Tehát úgy épült meg, hogyha nem tudom, a duzzasztónál jártak, akkor látják is, ott a kis hajó átemelő van, tehát van jó nagy széles terület, ott lett ma a siliprendszer, hogy továbbra is hajózható legyen. Na most azért ez a duzzasztó elsősorban azért készült, hogy fölötte lévő rész szakaszon is tudjanak vizet tárolni öntözéshez. Na most ehhez megint még annyit tegyünk hozzá, nem függ közvetlenül össze, ugye mondjuk sem a gabonatárolóval, sem a kikötővel, hogy még valamikor ugye 3 nap is kellett ahhoz, hogy lejöjjön az ár ide Békésre, és itt lelassult, ugye, amikor leért, ugye már nem csak Békés, hanem előtte is már. De most már, mivel fönt egész most már szinte majdnem a tork, tehát ahol van a forrásvidéke, főleg a fekete körösnek, attól kezdve most már partrendszert építettek ki. Mert addig ott szinte egy nagy szélességbe elterült, és ez lassú folyásra jött le. Most gyorsan lejön. Tehát most szinte egy nap alatt már itt van az árvíz, amit felduzzaszt az esőzés után. Folytassuk onnan, hogy még ez a partrész nem volt lebetonozva. És nem is volt ilyen magas, tegyük hozzá. Hát azt mindegy, 3-szor emelték meg. Sőt, hogyha még ehhez elmondom azt, hogy a túlsó partrészt 2-szer tették kijebb. Mert ahogy ugye növekedett a vízmennyiség, amelyik lefolyt Békés területére, annál inkább kellett növelni a befogadó nagyságot. Na most, fönt ott, ahol majdnem a szivattyú teleppel szemben, a túloldalon volt az úgynevezett Povádi temető. A Povádi temetőt 2-szer kellett kijebb helyezni. Én még 71-ben 11-12 sír helyett még sikerült beazonosítani, leolvasni. Ma már nem lehet. Annak egy részét beszállították, azt hiszem, ha jól emlékszem, ott valamikor sokáig ott a múzeum udvarában volt elhelyezve. Na lényeg az, hogy térjünk most majd ide vissza, hogy amikor itt ugye ez a épület elkészült és használatba vették volna, előtte itt történt egy baleset, egy békési fiatalember, akinek a szülei abban az időben, ugye a Wenckheim, Grófenckheim utcán laktak, ma Kecskemét utca, az a fiatalember a 8. szintről zuhant le és szörnyet halt. Hát lehet, hogy a 42-es években meg lehetne találni pontosan, hogy ki is volt, mert biztos akkori újságok meg is írták ezt. Én csak mivel azon a részen laktunk, úgy közvetlen szerzetembe tudomásról, hogy mi történt itt. Miért építették ezt ilyen magasra? Hiszen ha azt nézzük, akkor mondjuk egy a felénél meg lehetett volna állni, hiszen az volt a kitermelő szint itt a
körösfez. Miért kellett magasra építeni? Hát azért, mert hogyha most egyszer én fölviszem a gabonát, fölszállítom, ugye? És a tárolókat, nem tudom, a belső részét így látnák, akkor lehetne észre, hogy mi történik itt. Hát itt ugye hatalmas nagy mélységek vannak ám azért bent, és úgy tárolják, és akkor onnan megint ilyen csigasorral vitték fölfel a gabonát, és úgy tárolták idebe. Föntről, amit már közbe felszállítottak, mert tárolótér kellett ám, és nem úgy volt az, hogy most amit beszállítottak, már vitték is el, tárolni kell, és akkor föntről meg majd jött le gravitációsan szépen, és ment rá a szallagra, és ment az uszályra.